munkáltató előtt álltok az általunk egészségügyi szolgáltatás biztosítására vonatkozó elképzelésünket. Egy hangáljunknak adtunk hangot, ami nem ismeretlen. Arra vonatkozóan, hogy a vasúti közlekedésben még egészségügyi szolgáltatást meghatározni nagyon körülményes, gyakorlatilag lehetetlen, hiszen egész egyszerűen nincsenek arra kimunkált, és nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán kimunkálni olyan szempontrendszert, amely biztosítaná azt, hogy a csökkentett vonatszám miképpen tudja az utazási igényeket, az egyébként egységes utazási igényeket kielégíteni akár egy, akár több alkalommal is. Kértük a munkáltatót is, hogy ha úgy tetszik, legyen segítségünkre. Eljött vagdalkozni kezdett, felkészületlenséggel vádolt bennünket, és közölte, hogy az az anyag, amit ők átadtak, erre kiváló választ ad. Aminek egy szépséghibája van, hogy amit átadtak anyagot, az gyakorlatilag pont erre a kérdésre úgy ad választ, hogy azokra az időszakokra, ahol igenis a sztrájk szükséges, azáltal, hogy az utazást korlátozni tudjuk, az összes vonatot közlekedtetni kívánja, míg azokra az időszakokra, ahol egyébként is a vonatok kihasználtsága mérsékelt, ott hajlandó csak a vonatok számának a mérséklésére. Az álláspontunk az volt, hogy vonalanként egy-egy vonatpár közlekedik naponta. Elővárosi közlekedésben Budapest és Miskolc térségében az ajánlatunk, hangsúlyozom az ajánlatunk, az plusz 10-10 vonatpár. Onnantól kocsijainak a számát maximálni kívánjuk 8 kocsiba. A közlekedés biztonsága érdekében minden kocsira jegyvizsgálót kívánunk elhelyezni, illetőleg azokon az állomásokon engednénk csak a vonatok megállítását, utasok fel- és leszállása céljából, ahol a földi menesztés, tehát forgalomszolgáltatóvevő meneszthet. Ezen túlmenően pedig, mivel a mégegészségügyi szolgáltatás az kizárólag arra irányul, hogy valaki eljuthasson A-ból B-be, a jegyvizsgálók, illetőleg a pénztárosoknak a ténykedését, a forgalmi, illetőleg a utastájékoztatási feladatok teljesítésére korlátoznánk. Az meg teljesen értelemszerű, hogy a életvagyon biztonság és a közlekedés biztonság megőrzése érdekében minden feladatot továbbra is el kell látni, függetlenül attól, hogy az a mégegészségügyi szolgáltatást mennyiben érinti. Mikor lesz a következő tárgyalás? Hát a következő tárgyalásra a mai nap meddő vitája után úgy gondoljuk, nincs szükség, élve a joggal, a jogat a lehetőséggel, bírósághoz, ugye, ami azt mondja, bármely fél bírósághoz fordulhat kérelemmel, ezt meg fogjuk tenni, és a felsőmogógyi bírósághoz fogunk fordulni, és a bírósági eljárás során dől majd el, hogy mely félnek van ebben a kérdésben. Nem mondom, hogy igaza, de mely félnek, inkább úgy mondanám, hogy mely fél álláspontját fogja osztani a Magyar Köztársaság Bírósággal. A mai kollektív munkahelyi vita a két napi rendőpontra korlátozódott. Az első, ahogy azt javasoltuk, a fennálló követeléseinkről kívántunk a munkáltatóval megalapodni a tárgyalásokat követően. Sajnos azt kellett tapasztalni, hogy ugyanazok az arcok foglaltak helyet az asztal másik oldalán, akik éveken keresztül ott üdögéltek, és boldogan szolgálták az elmúlt rendet. Jottán itt sem voltak hajlandók az érveinkre érdemben reagálni, és továbbra sem hajlandóak teljesíteni a VDSS-nek a kompromisszumos javaslatát, ami akár a kafetéria vonatkozás, akár a kargó privatizáció tekintetében, akár a kiszervezéssel érintett társaságok esetében megnyilvánult. Továbbra is önmagukban is sokszor ellentmondó válaszokkal
rázták le azon kérdéseinket, miszerint is mi az oka annak, hogy hajthatatlanok a követeléseink teljesítésében, akkor, amikor ezt egy múlt idők kormányzata tagadta, és a jelen kormányzat pedig nem egyszer nyilvánította ki, akár ellenzéki, akár már hatalmon lévő pozíciójában is azt, hogy a követeléseink teljesítése szükséges, és mielőbb rendezendő feladat. A kompromisszumos javaslatunk lényege a privatizáció esetében az, hogy az évre kialkudott, majdan kialkudott a kafetéria összege plusz 100 000 forinttal emelkedjék, míg jövőre ez az összeg 50 000 forinttal növekedjen. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az évben 100 000 forint többlet, a következő évben 50 000 forint többlet. A kiszervezettárságok esetében pedig a személy alapbéreket, egyébként kialakulott, majdan kialakulott személy alapbéreket évente 3-3-3%-kal emelni, 3 évben keresztül, tehát 9%-kal kellene megemelnie a munkáltatónak, ez esetben az ügy rendezhető. Hát évente 3%-kal. Évente 3%-kal, így van. Egyéb iránt ezen javaslatunkat a kormányzat részére is eljutattuk, hiszen mivel ő a tulajdonos, az ő szava dönt alapvetően, a menedzsmentnek más lehetősége ez esetben nincs, mint hogy ennek a feltételeit kimunkálja és teljesítse. Egyelőre ebben az ügyben nem jártunk el sikerrel.